Mi adtunk be egy helyi népszavazási kezdeményezést, amit a választási bizottság elutasított, szerintem teljesen antidemokratikusan, egyébként nem csak a miénket, hanem egy másik pártét és a civilekét is elutasították. Volt egy rendkívüli parlamenti ülés, ami ugye a fideszes többség nem vett részt. Gyakorlatilag, ha jól értem, akkor László Attila azért jelentette be, hogy jöjjünk ide, mert nincs több lehetőségünk, mint az, hogy egyszerűen azt látjuk, hogy itt mögöttünk óriási területen, ebből lehet akár itt egy 1000 hektáros terület, ahol az ipari park az összes nagy vállalati beruházóval bővül. Ugye itt most 221 hektáron leszedik a kiváló termőföldnek a legjobb termő rétegét. Folyik itt az a munka, amit már akkor elkezdtek, amikor a megfelelő szakhatósági engedélyeket nem szerezték be. Ez ellen nem sok lehetőség maradt, nyilván mi fejlentéseket tudunk tenni. Az ellen, hogy ilyen módon is megkerül a jogszabályokat, erőből, hatalomból ezt a beruházást elkezdték megvalósítani. Nyilvánvalóan László Attila, barátom és bajtársam pedig azért mondta azt, hogy jöjjünk ide, én pedig nyilvánvalóan jöttem a többiekkel, mert hogy valahogy mégiscsak meg kell akadályozni, mielőtt még a termő réteget esetleg Hollandiába elveszik. Hogy engedély nélkül építkeznek. Tehát ott a rendőrség nem érzi, hogy lenne dolga, hogy engedély nélkül építkeznek, rendben van-e minden a munkavállalás, ott a rendőrségnek nincsen dolga. Nincsen dolga, mert politikai parancsot hajtanak végre, legyünk őszintén. Nem önfelelős ezért, csak azért mondom, hogy ha már a rendőrség egy helyen úgy érzi, oldhatatlan vágyat érez magában, hogy intézkedjen, akkor arrafelé tekintve is kellene, nem? Vagy csak mindig egyfelé tekintve lehet? Bízok abban, hogy ezzel a mai akciónkkal, ezzel a mai ellenállásunkkal felkeltettük a társadalom figyelmét arra, elsősorban a debreceniek és a környékbeliek figyelmét arra, hogy igenis van értelme az ilyen spontán ellenállásnak, és jogszerű, mint a rendbiztos is tájékoztatott arról, ez a mostani megmozdulásunk egy spontán, csúnya idegen szóval élve flashmob tüntetés volt, ami jogszerű. Tehát arra szeretnék mindenkit biztatni, főleg az itt élőket, hogy akár munkakezdéskor, vagy bármikor, amikor lehetőségük adódik arra, szerveződjenek meg, jöjjenek ide, és fejezzék ki a tiltakozásukat annak a tekintetében, hogy Magyarország, Debrecen és a Debrecen környékiek nem akarnak akkumulátorgyárakat létesítsenek Magyarországon. Hogy köszönöm szépen minden megjelennek, aki részt vett a mai demonstrációnkon, a harcot folytatjuk tovább, fel a győzelemre, magyarok! Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket, és nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen lehetetlen időben, pénteken 2 órára ilyen sokan eljöttetek, mert a legfontosabb, hogy hosszú évek óta, sőt mondhatom évtizedek óta le akarnak minket beszélni az ellenállásról. Mindig azt halljuk, és mindenki azt mondja, most idefele jövet is több emberrel találkoztam az utcán, illetve a benzinkúton, aki azt mondta, hogy úgy sincs értelme. Úgy sincs értelme ezzel ellen küzdeni, hiszen, ahogy önök, ahogy ti is láthatjátok, már elkezdték a földmunkákat, úgy nekiestek a 40 koronás magyar termőföldnek, hogy még a megfelelő engedélyek birtokában sem voltak. Hát akkor mit akarunk mi, amikor soha semmilyen nép akaratot nem lehet átvinni? A helyzet az, hogy egyrészt erkölcsi kötelességünk akkor is tenni valamit, hogyha úgy tűnik, hogy reménytelen. Másodszorban pedig rengeteg eredmény mutatja azt, hogy igenis el lehet érni nagyon sok mindent, hogyha egyre több magyar kiáll az igazság, vagy kiáll a magyarság érdekei mellett. És legutoljára éppen nem is olyan régen, amikor errefelé jártam Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Nyíregyházán a rendőri vezetőkkel találkoztam amiatt, mert szerintük az legfeljebb egy ilyen nagyon enyhe testi sértésnek minősül, hogy valakit egy 15 cm-es késsel szívtájékon szúrnak Vásáros Naményben, akkor az a beszélgetés elég volt ahhoz, hogy a következő héten átminősítették az ügyet, és most már
egy sokkal súlyosabb ügy miatt nyomoznak, sőt az elkövetőket azóta a TEK elvitte, akiket addig szabadlábon hagytak. Tehát nem igaz, hogy nem érdemes küzdeni az igazságért. Ha úgy látjuk, hogy az állam és az államhatalom nem a mi érdekeinket képviseli, akkor nem hogy lehetőség, hanem kötelességünk. Több száz éve, mondjuk az aranybulla óta egészen biztosan, kutya kötelességünk az ellenállás. Ezért jöttünk ma itt össze. És hogy miért kell ellenállni? Dr. Apáti István alelnökünk, frakcióvezető helyettesem, éppen mondtam az előbb, a fülébe súgtam, hogy elmondott minden szakmai érvet, illetve minden teendőt, amit nekünk, mint egy parlamenti párt, a mi kicsinke hatfős frakciónkkal meg tudunk tenni. Mindezt végig is fogjuk vinni. Itt rögtön kezdjük azzal, hogy meglepő, de talán nem is annyira meglepő, hogy még senki nem tette meg azokat a feljelentéseket, amelyekről itt István is már szót tett, illetve említette őket. Rengeteg olyan ügyben kellene feljelentést tenni, amit valamiért eddig nem tettek meg. Mi hittünk abban, lehet minket naívnak nevezni, de hittünk abban, hogy legalább a helyi népszavazást meg lehet tartani. A Mi Hazánk mozgalom, most is láthatjátok, hogy hirtelen néhány nap alatt egy ilyen lehetetlen időpontban, hétköznap, 2 órakor összeszaladtunk ennyien. Mi meg tudjuk csinálni. Mi tudunk gyűjteni 30-35 ezer aláírást Debrecen városában. Ez nekünk nem okoz gondot. Hiszen mi egy alulról szerveződő mozgalom vagyunk, a nagy magyar alföldről indultunk 2018-ban, Ásotthalomról, és rengeteg olyan elkötelezett magyar tagja ennek a mozgalomnak, aki össze tud gyűjteni annyi aláírást. És hiszek abban is, és tapasztalatom is azt mutatja, hogy a debreceniek többsége nem akarja ezt az akkumulátorgyárat, főleg nem így, ahogy azt a kormány végig akarja erőszakolni, az itt élők döntését is félredobva. De azért az még engem is meglepett, hogy egy napon hirtelen minden népszavazási, helyi népszavazási kezdeményt lesöpörtek egy olyan elképzelhetetlen, egy olyan nevetséges indokkal, amit tényleg, amire nem lehet már más mondani, mint az, hogy ez olyan észak-koreai. Tehát azt mondani konkrétan, hogy nehezen értelmezhető az a kérdés, amikor mondjuk azt mondjuk, hogy egy bizonyos köbméterben meghatározott vízmennyiség, vagy például ugye a 300 ezer tonna, tehát a 100 ezer tonna széndioxid kibocsátást írjuk le ebben a kérdésben, és ez nehezen értelmezhető, hogyha ennél többet bocsájt ki egy gyár, akkor az ott élőket kérdezzék meg, hogy akarják-e szívni a káros anyagot. És erre azt mondja a választási bizottság, hogy nem volt egyértelmű a kérdés. Ennél már nem lehet egyértelműbben föltenni. De nyilvánvalóvá vált az, hogy itt egy politikai döntésről van szó. Itt nem az a lényeg, hogy akarják-e a debreceniek, és akarják-e a magyarok, hogy akkumulátorgyár nagyhatalom legyen Magyarország, hanem az a lényeg, amiről Apáti István szintén már emelt szót, hogy milyen egyéb háttér érdekei vannak a kormánynak. Akár a kínaiakkal, de hadd tegyem hozzá gyorsan, hogy akár amerikai, akár németországi, bármilyen globális nagyvállalat legyen az, hogyha a kormány lepaktál egy ilyen nagyvállalattal pusztán azért, mert neki abból haszna van, és az a haszon az lehet az a kínai hitel, amit István az előbb említett, amellyel Orbán Viktor már nagyon régóta bebiztosította magát arra az esetre, hogyha mégsem érkeznek meg az oly várva várt brüsszeli pénzek, amelyek egyébként a saját rendszerének a fenntartására fognak majd elfolyni, és megint nem a magyar nemzetgazdaság fölépítésére, akkor jöhet a kínai hitel. Fizethetik majd a gyermekeink, fizethetik az unokáink, a dédunokáink, meg a szép unokáink is majd ezeket a hiteleket. És hogyha ilyen háttéralkukról van szó, akkor nekünk meg kell kongatni a vészharangot. De nem csak akkor kell megkongatni, hogyha ilyen mocskos háttéralkuk vannak egy ilyen, egyébként nagyon súlyosan a környezetet terhelő beruházás mögött. Hanem akkor is meg kell kongatni a vészharangot, amikor azt látjuk, hogy mi történik a hazánkkal. Lehet természetesen bármilyen propagandát át lehet erőszakolni, át lehet vinni, de a gondolkodó magyarok azért látják a valóságot. Mindenki pontosan tudja, hogy a magyarok jelenleg is nagy számban éppen arra kényszerülnek, vagy fognak kényszerülni, hogy elhagyják a hazájukat. Elmennek külföldre, mert olyan a rendszer 30 éve, de persze végigmehetnénk mondjuk az elmúlt 100 éven, csak nézzük az elmúlt 30 évet,
mert az elmúlt 30 évet a jelenleg regnáló parlamenti pártoknak köszönhetjük, kivéve a Mi Hazánk mozgalmat. Mert a baloldal is és a Fidesz is volt kormányon. És ugyanaz a gazdaságpolitikájuk. Ugyanazt képviselték. Nem tudom, hogy önök emlékeznek-e arra, hogy volt egy olyan történet, amikor Gyöngyösön gumigyárat akartak létesíteni. És a gyöngyösiek azt mondták, hogy mi ezt nem akarjuk. És Orbán Viktor és a Fidesz kiharcolta, hogy helyi népszavazással döntsenek a gyöngyösiek. És az akkori egyébként balliberális kormányzat meghátrálva azt mondta, hogy rendben, akkor nem épül meg ez a gyár, hogyha a helyiek nem akarják. Erre úgy látszik, nem emlékszik már Orbán Viktor és a Fidesz, hogy ennek valahogy így kellene működnie. És a gazdaságpolitikának mi volt a lényege, mi volt az értelme, miért van az, hogy a nyugat-magyarországiak Ausztriába, Németországba, Angliába mentek el, az itteniek, a kelet-magyarországiak meg Nyugat-Magyarországra, vagy ők is még nyugatabbra, idegen országokba vándorolnak el. Hát azért, mert ez a 30 éves gazdaságpolitika, amit ugyanúgy a balliberális kormányok és a Fidesz is képvisel, ez egy magyar ellenes gazdaságpolitika. Nézzük, hogy mi haszna lehet a magyaroknak ebből a gigantikus akkumulátorgyárból. Hát először is, és nem veszem végig legalább azt a 10 érvet, amit felsoroltam a videómban. Nézzünk azon kívüli érveket. Ugye azt szokták mondani, és itt éppen az utcában lakó egyik helyi lakos is azt mondta nekem, hogy hát tulajdonképpen szükségünk van erre a gyárra, mert hát kellenek a munkahelyek. Ebben a gyárban az előzetes bejelentés szerint nagyjából 9000 munkással számolnak. Az első körben, az itteni debreceni közmeghallgatáson a beruházó szájából elhangzottak szerint 3000 fővel kezdenek, és legalább 500 külföldi munkás lesz a 3000-ből. Ennyi az, amit hasraütésszerűen mertek vallani az igencsak felfokozott paprikás hangulatban a magyaroknak. Ezzel szemben tudjuk, hogy nem 500-zal számolnak, hiszen jelenleg nem tudják felmérni, nem kezdték meg a magyar munkaerő toborzását, azt viszont tudjuk, hogy a külföldit már megkezdték. Hiszen éppen a parlamenti, a rendkívüli üléssel kapcsolatos felszólásomban mondtam el azt, hogy a LinkedIn nevű üzleti, közösségi platformon, amit valljunk be őszintén, magyar munkások nem igazán használnak munkahelykeresésre. Nem ott keresik a gyári munkások az új munkalehetőségeket. De ráadásul angol nyelven, kifejezetten külföldieknek szóló hirdetésekben már, amíg meg sem épült, gyárba keresik a külföldi munkaerőt. Önök szerint azok a kínai beruházók, akik híresek, sőt, hírhettek arról, hogy hogyan bánnak a saját munkásaikkal, önök szerint azok a magyarok, akik ezzel szemben pedig, és ezt már a 19. században az erdélyi íróink leírták, hogy a magyar munkás, a magyar parasztember mindig büszke. A magyar munkás nem fog egy olyan helyre elmenni, ahol akár megalázzák, akár megalázóan alacsony fizetéssel, vagy akár jó fizetéssel, de megalázó munkakörülmények között. Eleve nem magyarok fognak itt dolgozni. Akkor nézzük, hogyha magyarok helyett 9000 idegent behoznak egy 200 000-es városba, annak vajon milyen következményei lesznek? És nem csak a kínaiak teszik ezt, az összes multinacionális cégre jellemző. De maradjunk csak az akkumulátorgyáraknál. Hát a Gödi Samsungnál. Tessék megkérdezni a gödieket, hány gödi magyar dolgozik? Dél-koreaiak irányítanak, aztán utána minél, hogy mondjam, hierarchiában lefelé haladva, minél tovább megyünk, jönnek vietnámiak, aztán jönnek ukránok, és jönnek mindenhonnan, a világ minden részéről. Nem is számolnak azzal, hogy a magyar munkaerőt fölmérjék. Ha fölmérték volna, láthatták volna, hogy nincs is ennyi munka nélküli jelenleg itt ebben a térségben. Hogyha nem magyarok fognak itt dolgozni, ha nem a magyaroknak teremtenek munkahelyet, akkor mi a másik indok? Mit mond nekem itt az utcában lakó magyar honfitársunk? Azt mondta, hogy hát de kell, mert ugye adó
fizetők lesznek, és hát ugye kell a pénz, mert hát a nyugdíjakat valamiből majd ki kell fizetnünk. Hát akkor szeretném ugye itt is elmondani, hogy az elmúlt 10 évben az a gazdaságpolitika, ami mindig a globális nagyvállalatot támogatja a dolgozó magyar adófizető pénzéből, mert azt viszont a magyar dolgozótól vonják le, az bizony a magyar kis és közepes vállalkozóktól vonják le, abból a pénzből úgy támogatta ezeket a globális nagyvállalatokat a jelenlegi kormányzat is, egyébként a korábbi is hasonlóképpen, hogy átlagosan 16 millió forintba, egyes esetekben pedig 131 millió forintba kerül nekünk, magyar adófizetőknek egy ilyen munkahely, ahol nem magyar dolgozik majd. Hát ez jó üzlet? Ez az állam háztartásnak megéri? Mert szerintem nem. És akkor még vegyük hozzá azt, hogy csak ebben az egy esetben, a mögöttünk látható területre, a 40 koronás kiváló magyar termőföldre épülő akkumulátorgyár, amely borzasztóan meg fogja terhelni a környezetet, borzasztó mennyiségű vizet fog felhasználni, 300 ezer tonna széndioxidot fog a levegőbe bocsájtani, és utána pedig sorolhatjuk végeláthatatlanul a veszélyes anyagokat, ami szintén távozni fog egyéb iránt, akár a levegőbe, és akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az még a jobbik eset, ugye Gödi méréseknél pedig azt láttuk, hogy bizony a vízben is, tehát a Gödi kutakból kimutathatóak voltak ezek a rendkívül súlyosan egészségkárosító anyagok, amelyek valamilyen módon előbb-utóbb az itt élőknek a szervezetébe fog kerülni. És akkor nézzük, hogy mi az, amit eddig adott még a kormány ennek a beruházásnak. 320 milliárd forintról tudunk, ami úgy kiszivárgott. Kínai sajtó írt róla, meg nyugaton egy-két lap, aztán utána itthon is hallottunk róla. A kormány nem nagyon dicsekedett vele, hogy úgy megdobta ezt a globális nagyvállalatot, a világ legnagyobb akkumulátorgyártóját, biztos annyira rá volt szorulva a magyar adófizetők 320 milliárd forintjára, mint mondjuk a BlackRock, a világ legnagyobb vagyonkezelője, aminek 10 billió amerikai dollárja van. 10 billió amerikai dollárja, még egyszer mondom, hogy próbáljuk fölfogni ezt a pénzmennyiséget. És akkor Budapesten irodát nyit ez a globális nagyvállalat, akkor a magyar kormány a magyar emberek zsebéből kivesz még néhány milliárdot, és odaadja nekik. Hát ha valaki ebben a magyarság és a saját jólétünk szempontjából lát logikát, akkor nekem azt mondja el, mert én ebben nem látok logikát. 320 milliárd forint, amit eddig tudunk ennek az egyetlen egy gyárnak az esetében. De amit még szintén hozzá kell tenni, hogy ahogy akár a BMW beruházásánál, és akár más globális nagyvállalatok beruházásánál, sok 100 milliárd forintot kell még az infrastruktúra kiépítése kapcsán még ehhez hozzászámolnunk. Szeretném jelenteni, hogy a mi életünkben ezek a beruházások már nem fognak a magyar államháztartás számára plusz bevételt jelenteni. Ezt még egyszer elmondom. Azok mellett, a támogatások mellett, amit a kormány ad, és amellett, hogy pontosan tudjuk, hogy hogyan viselkednek ezek a globális nagyvállalatok, legyen kínai, amerikai, németországi, mindegy, ha tudjuk azt, hogy nem csak a profitját viszi ki, mert ez a gyár is ki fogja vinni a profitját, de még mint az Audi Hungária ZRT, még a törstőkéjét is leviszi egy átlag magyar kis Kft. Szintjére, ebben az országban nem marad ebből a gyárból semmi pénz. És ami pedig marad, bármilyen adóforint formájában, az pedig hosszú évek, évtizedek alatt, ha összeadjuk az összes globális nagyvállalatot, nem fognak végső soron pluszt jelenteni, még egyszer mondom, a magyar államháztartásban. Akkor ezek után kérdezem még egyszer. Ugyan mi haszna van a magyaroknak és Magyarországnak akár ebből, az akkumulátorgyárból, akár abból, hogy nem egy ilyen fog megépülni, hanem szerte az országban mindenhol, mert akkumulátorgyár nagyhatalommá akarja a kormány tenni Magyarországot, ahogy azt Orbán Viktor elmondta. Még talán egy lehetősége marad a magyaroknak, bár az már egy nagyon rossz lehetőség, mert kiszolgáltatottá válik a magyar, és azon az áron tudja átadni az áruját, amit a globális nagyúr mond neki, azt pedig pontosan tudjuk, hogy általában nyomottár, ha beszállít,
ebbe az akkumulátorgyárba a magyar kisvállalkozások mit fognak beszállítani? Lítiumot? Mit fognak tehát a magyarok ide beszállítani? Egy ilyen akkumulátorgyárba. Mert ennél még a BMW gyár is jobb. Van néhány dolog, amit oda be lehet szállítani. Ide mit fognak majd beszállítani? És mi az, ami egészen biztosan tehát akkor marad a magyaroknak? A környezet szennyezés, a környezet terhelés, az erőforrásaink és a javaink átadása. Legyen az víz, legyen az termőföld, a legnagyobb kincseink, amit cserébe átadunk, nem tudjuk miért. Talán kínai hitelért? Talán brüsszeli hitelért? Ez az a gazdaságpolitika, amivel a Mi Hazánk mozgalom messze menőkig nem ért egyet. Mi egészen másban gondolkodunk. Mi abban gondolkodunk, amelyben sok sikeres ország gondolkodott már, és például megnézzük, hogy mi az, amiben mi jók vagyunk. Hát azok, amelyekből most néhányat itt ennél a beruházásnál is átad a kormány. Van termőföldünk, van vízünk, és vannak még magyarok ebben az országban, bár egyre kevesebben. És mit jelent, hogy vannak magyarok? Van tehetség, van tudás, van szorgalom. Az elmúlt évszázadok azt mutatják, hogy a magyar ilyen. Ezeket kellene kihasználni, a természeti lehetőségeinket, erőforrásokat, a magyar tudást, egy tudás alapú, fejlődő, gyarapodó, modern gazdaságot kellene teremteni. Ezekre a javakra építve. Semmilyen ilyen elképzelés, koncepciót a magyar kormány részéről nem látunk. És ez a mi fő problémánk. Ezért vagyunk itt. Apáti István már részletesen ismertette, hogy mi az, amit tehetünk. Én ezeket már az idő rövidsége miatt nem fogom részletesen ismertetni, de természetesen az elutasító döntés után a törvényszékhez fordulunk a helyi népszavazás ügyében. Ha kell, akkor az Alkotmánybíróságig is elmegyünk, és megpróbáljuk, hogy legalább a helyiek demokratikusan elmondhassák, kifejthessék a véleményüket arról, hogy akarják ezt a beruházást, vagy nem akarják ezt a beruházást, szeretnének esetleg egy más irányba elmozdulni. De emellett meg kell tennünk azokat a jogi lépéseket, amelyekről István már szintén tett említést. Meg kell például nézni azt, hogy tehet-e akár egy kormány, nem hogy egy önkormányzat, tehet-e egy kormány olyat, hogy 40 koronás, 40 aranykoronás földet csak úgy ledúrnak, átminősítenek. Mert hogy a mi véleményünk és álláspontunk szerint 25 aranykorona fölött már nem is tehetne ilyet, bár én egy olyan helyről jöttem, ahol nulla aranykoronás földeken is folyik mezőgazdasági munka, Ásotthalmon, és még ott is lehet mezőgazdasági termelést, termesztést folytatni, de 40 aranykoronás vagy 25 aranykoronánál értékesebb földön már egészen biztosan nem. Meg kell nézni azt, hogy azokat az engedélyeket, és én egyébként ezt látom talán a legjobb csapásiránynak, hogy azokat az engedélyeket, úgynevezett hatósági engedélyeket, amelyeket itt septében, látható módon kapkodva és belenyúlkálva, úgy állítottak ki, hogy időnként egy-egy nem a kormány, nem a hatalom, és nem a kínai beruházó érdekeit alátámasztó álláspontot képviselő szakmai tanulmányt egyszerűen eltüntettek, akár a kormányhivatal is részt vett ebben. Meg kell nézni tehát, hogy melyek azok a trükkök, melyek azok a jogtalanságok, amelyek bármilyen, akár magyar jogszabályban, magyar törvénybe ütköznek, és elő kell venni, pontosabban elő kellene venni az alkotmányunkat, ha normális alkotmányos lenne nem Magyarországon, de legalább akkor az alaptörvényt, ennek a kormánynak az alaptörvényt elő kell venni, és meg kell nézni, hogy mihez van joga a magyaroknak ebben az országban. Mert azt gondolom, hogy így, ilyen módszerrel egy ilyen beruházást nem lehet áterőltetni a magyarokon, úgy, hogy ráadásul ezeket a helyi népszavazási kezdeményezéseket ilyen módszerekkel, ilyen módon söprik le az asztalról. Ezekkel a gondolatokkal most nem elköszönni szeretnék, hanem még egyszer megköszönni azt, hogy önök, hogy ti itt vagytok, és mindenkit arra bíztatni, hogy folytassuk az ellenállást, mi keressük azokat a lehetőségeket, ezeket a jogi feljelentéseket, ezeket haladéktalanul megtesszük, a népszavazás elutasítása miatt törvényszékhez fordulunk, mi tesszük a dolgunkat.
egy picike parlamenti pártnak ezek a lehetőségei. Önöktől, tőletek pedig azt kérem, hogy minél több embernek mondjátok el azt, hogy van értelme az ellenállásnak, nem kell belenyugodni, még akkor sem, hogyha egyébként már dolgoznak a munkagépek, akkor is folytatni kell az ellenállást. Köszönöm szépen, hogy itt vannak, hogy eljöttetek.